A hideg csapadékos idő jót tett a hazai sípályáknak. A Mátrában például majdnem 10 cm-es hó esett a napokban, mellett a hóágyúk is folyamatosan dolgoznak. Csehi Andris kollégánk, ma reggel Németh Lajos kollégánk, a meteorológussal Mátra Szent Istváni síparkból jelentkezik. Jó reggelt, urak! Tényleg miattatok nyitották ki ma reggel a pályát? Jó reggelt kívánok, igen, valóban Németh Lajos tiszteletére nyíltak meg itt a Mátra Szent Istváni pályák, méghozzá azért, mert hogy a 70-es években valamikor a Gagarin hőerőmű munkásai úgy döntöttek, hogy csúszkálni fognak, hogy építettek egy tárcsás felvonót. Mellettem van Tamás, a pálya szóvivője, azóta azért a 70-es évek óta egy kicsit fejlődött a dolog, nem? Hogyne, rengeteget, hiszen van 8 felvonónk, ami folyamatosan működik, Lajos is ezt használja. Most a kedvéért kinyitottuk az egyiket, és átlagosan egy 70-80 cm most a sípályán a hó, úgyhogy jó hóban lehet kérdezni, de szerintem erről Lajos jobban tudna referálni. Lajoskám, milyenek a pályák? Kiváló, nagyon jó a hó, ideális az időjárás. Szélcsend, -2 fok körüli hőmérsékletben, ennél jobbat nem is kívánhatnánk, és ami fontos, hogy a hétvégén is nagyon-nagyon kellemes téli idő várható, és a télit azért mondom, mert itt fönn a Mátrában napközben is 0 fok körül lesz a hőmérséklet, és sok-sok napsütésben is bízhatunk. Na éppen ezt mondtam, hogy én beígértem a napsütést egyébként a nézőknek is, úgyhogy napszemüveget hoztunk, most még egy kicsit borús az idő, milyen sebességgel tudsz haladni lefelé? A pályának a lejtésétől függ természetesen. Amikor a pálya ördögét játszottam el még jó néhány évtizeddel ezelőtt, akkor nem mértük ugyan a sebességet, de azért rekordokat döntögettem a magam szintjén természetesen. Most már a langzam spacíren kategória, óvatosan, baleset nélkül természetesen. Lajos, hagylak meg síelni, a Tamással folytatom egy kicsit a beszélgetést, ha itt van még, itt vagy velünk. Azóta már beszéltünk a fejlesztésekről, most mire számíthatnak, akik ide eljönnek? Arra, hogy jó lesz a hó folyamatosan, hiszen hóágyúzni fogunk a hétvégéig, úgyhogy lesz hó bőven, tovább hizlaljuk, és az idei évben építünk majd egy 4-üléses felvonót, úgyhogy a folytatásban is még jobb lesz majd itt a kapacitás fent a Mátra Szent Istváni hegyen. Azt is meséltem a nézőknek egyébként még korábban, hogy most már lehet esténként is síelni, nálatok is pénteken, azt hiszem van ilyen lehetőség? Így van, pénteken, szombaton este 9-ig leszünk nyitva, úgyhogy a normál nyitvatartáson túl ez lesz az egyik extra, illetve pénteken egy vadonatúj extra ratrakot fogunk bemutatni itt a sípen, hiszen most vásároltunk egy új pályakezelőgépet, és ezt fel fogjuk avatni néhány pezsgő kíséretében. Jó, tehát lehet pezsgőzni, lehet síelni egész hétvégén, mert tökéletes lesz az időjárás, kifejezetten síelésre alkalmas, például itt Mátra Szent Istvánon. Stúdió.